Megszokott látvány a kertségekben tavasz és őszidő táján a nagy tömegű avar és kerti hulladék elégetése. Habár ezt már jó ideje törvény tiltja főszabályként, ám az önkormányzatoknak az elmúlt év végéig lehetőségük volt bizonyos helyi megengedő szabályozásra. 2021. január 1-től azonban már semmilyen módon nem lett volna megengedhető, ám a pandémia, az általános veszélyhelyzet ezt is felülírta. A szabályozás ideiglenes változásáról és egyéb fontos tudnivalókról tájékoztatott Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzőasszony. A korábbi felhatalmazást adó jogszabályt helyezte hatályon kívül az országgyűlés, amely arra adott lehetőséget, hogy a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a növényi maradék égetésnek, az avar és kerti hulladék égetésnek a szabályait. Azt azonban fontos kiemelni, hogy eddig is tilos volt főszabály szerint a növényi maradéknak, hulladéknak az égetése. Ez csak egy igen kivételes kiskapu volt az önkormányzatok számára, hogy ezt lehetővé tegyék. A mi önkormányzatunk élt ezzel 2012-ben, és ezt a rendeletet megalkotta. Amikor azonban a veszélyhelyzet kihirdetésre került novemberben, akkor sorra jelentek meg a kormányrendeletek, hogy az életünket milyen mederbe tereljék a veszélyhelyzete tekintettel, és ennek egyik lépése volt az, hogy ennek a törvénynek a hatályba lépését függesztették fel, vagyis az önkormányzati rendeletek január 1-ével mégsem helyeződtek hatályon kívül, hanem továbbra is a veszélyhelyzet ideje alatt lehetőség van erre az égetésre, amit a helyi rendelet biztosít az állampolgárok számára. Április 15-ig, október 15 közötti időszakban viszont már csak a hónap első 7 napján lehet hivatalosan a növényi hulladékot megsemmisíteni, és még egyszer hangsúlyozom, csak a veszélyhelyzet végéig. Tehát most azt mondom, hogy előttünk áll a május első 7 napja, amikor lehetőség van erre, majd utána június első 7 napja, és így tovább, addig, amíg a veszélyhelyzet fennáll. Csak ezeken a napokon lehet utána már égetni. Érthető a szigorú intézkedés, hiszen az avarégetés során számtalan ártalmas mérgező anyag kerül a levegőbe, légszennyezése nagyon hasonló a dohányzáséhoz. Csak hogy egy kupac avar 100 000 darab cigarettának felel meg, nem beszélve bizonyos súlyos rákkeltő anyagról, ami ilyenkor felszabadul. No de akkor mi a megoldás? Kézenfekvő, komposztáljuk. Falusias lakóvezet a város nagy része, kiskertek vannak a város körül, a mezőgazdasági vállalkozókról ugye ne is beszéljünk, őnekik is megvan a saját teendőjük ezekkel a növényi maradványokkal. Hát mindenki azt mondja, hogy komposztáljunk. Ez olyan nagyon egyszerű dolognak tűnik, viszont nagyon sok embernek sokkal több növényi hulladéka keletkezik, mint amennyi komposztálót el tud helyezni a saját ingatlanán, vagy el kíván helyezni a saját ingatlanán, ami még az ő gazdálkodását sem korlátozza, vagy esztétikailag, és esetleg az ő kertképébe ez a komposztáló belefér. Ez lenne az elsődleges, hogy komposztáljunk, hiszen vissza lehet forgatni, ez egy hasznos anyag, lebomlik, vissza tudjuk adni a természetnek. Ha viszont ez nem működik, akkor marad az elszállítás a hajdúböszörményi hulladéklerakóba. Ennek két módja van, az egyik a barna fedelű kukánk, aminek a tartalmát minden kerttulajdonos tudja, hogy mire elegendő. Sajnos egy fűnyírás is van olyan ingatlan, ahonnan egy fűnyírásnyi fű sem fér bele. Vagy pedig sajnos be kell szállítanunk magunknak, saját eszközeinkkel be kell szállítanunk hajdúböszörménybe. Fogadja a hajdúböszörményi hulladéklerakó a növényi hulladékot, fizetni kell érte, ennek a díját érdemes vagy telefonon megkérdezni, vagy pedig a honlapjukon megnézni a díjszabási táblázatot. Fizetni kell érte nem túl nagy összeget, de oda tudjuk lerakni, és akkor ott a szakszerű hulladékkezelés megtörténik. A megengedő rendelkezés során is szigorúan be kell tartani a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat, hívta fel a figyelmet aljegyzőasszony. Azt azért minden esetben figyelembe kell venni, hogy a helyi rendeletek azok a jogalkotás alsó szintjén vannak, és magasabb szintű jogszabályoknak mindig meg kell felelni. Ha országos tűzgyújtási tilalom van, akkor ezt be kell tartani hajdunánáson is, még akkor is, hogyha egyébként a helyi rendelet engedi az avarégetést. Arra hívnám még fel a figyelmet, hogy az avarégetésnél, amennyiben még lehetséges, minden esetben tartsuk be az általános tűzgyújtási szabályokat. Esőben nedves anyagot ne gyújtsunk meg, erős szélben ne gyújtsunk meg tüzet, vigyázzunk arra, hogy mindig legyen körülötte oltásra alkalmas eszköz vagy anyag, kiskorú ne gyújtson önmagában tüzet, tehát ezt mindig nagykorú személy tegye. Tehát azért vannak szabályok. És azért azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy a növényi hulladékot ugyan nem lehet már elégetni, majd csak ezekkel a feltételekkel, viszont a kerti sütögetésre továbbra is mindenkinek lehetősége van. A levegő minőségét azonban nem csak a kerti hulladék égetése szennyezheti.
Sok háztartásban halmozódik fel mindenféle vegyes hulladék, a gumiabroncstól kezdve a feleslegessé vált gyermekjátékokig, amit sajnos nagyon sokan tüzelőként hasznosítanak. A hulladékégetés az alapvetően mindig tilos volt, tehát ez a zavarégetéstől függetlenül. És a mi helyi rendeletünk is tartalmazza azt a szabályt, hogy tényleg csak a növényi hulladékot, a száraz avart égessük el, és soha ne tegyünk a tűzre semmilyen olyan anyagot, ami másfajta hulladék kategóriájába tartozik, ez a háztartási hulladék, tehát szemetet, vagy bármi mást, bútorzatot, textíliát, műanyagot, PET-palackot, soha ne tegyünk a tűzre, különösen azért, mert ez a levegőt még jobban szennyezi. Akik nem tartják be a szabályokat, azok bizony erőteljes szankciókra számíthatnak. Kétfajta bírsággal is veszélyezteti a saját pénztárcáját az, aki megszegi a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat. Az egyik a levegővédelemre vonatkozó bírság, amit a járási hivatal szabhat ki. Tehát ha a környezetbe olyan anyagokat juttatunk, és ez akár az egyszerű avarnak az elégetéséből is keletkezhet, akkor ők jogosultak a bírság kiszabására, több 100 000 forintig terjed ez a bírság. A másik bírság az országos tűzvédelmi szabályzat alapján a katasztrófa védelem jogosult kiszabni, ez viszont ugye a tűzgyújtás szabálytalansága miatt következik be, és ez már akár erre is vonatkozik, hogy meggyújtottuk a tüzet, de nem szabad lett volna. Ott viszont már sokkal magasabb, akár 3 millió forint terjedő bírságot is szabhat ki a katasztrófa védelem. Attól függően ő mérlegel, hogy ez a tűzgyújtás mennyire veszélyeztette a környezetet, a alapvető szabályokat, a levegővédelmet, sok minden mást. Ő mérlegeléssel fogja meghatározni a bírság mértékét. Természetesen a szankciók nem minden szabálysértőt érnek el, és igazából nem is a büntetés kellene, hogy visszatartó erő legyen, hanem a saját magunk, környezetünk és a következő generációk iránt érzett felelősségünk, különösen így földnapja környékén.